Szép napot kívánok mindenkinek! Fülöp Szabolcs vagyok, a Rómer Floris Művészeti és Történeti Múzeum tárlatvezetője. A mai napon a Kovács Margit gyűjteményünket mutatjuk be önöknek. Kovács Margitról néhány gondolatot röviden, hogy 1902-től 1977-ig élt, a kerámia művesség, hát mondhatjuk azt, hogy koronázatlan királynője volt, mindenben tudott alkotni, ami az agyaghoz kapcsolódó. Minden technikát ismert, minden formáját ismerte az agyagművességnek. Nem voltak nála technikai akadályok, nyilvánvalóan csak sok-sok gyakorlás után tudta ezeket elhárítani, de ugyanúgy tudott 5x5 centis alkotásokat készíteni, mint mondjuk 30 méter hosszú alkotásokat az agyagból. Úgy is nevezték őt, hogy az agyag poétája. Az első műtárgy, amit szeretnék önöknek megmutatni, a Szent Család egy érdekes, úgymond vegyes alkotásnál. Láthatjuk benne az eredeti keresztény hitkör, illetve hát vallásossághoz köthető figurákat, viszont Kovács Margit elképzeléseibe, a jászó jelenetbe beleillenek az ősi magyar hitvilágnak a motívuma is. Itt látható a csodaszarvas, nem véletlenül a kis Jézus fölött a turulmadár. A jászó hátsó részén látható a magyar monda és hitvilág egyik legismertebb motívuma, az életfa. A mellettem látható Női fejt című alkotás 1942-ben készült. Ezen az alkotáson egy picit a technikát szeretném bemutatni, hogy mennyire egyszerű is az agyaggal dolgozni. Egy nagyon kezes anyag. Ugyanis, hogyha az ember kicsit kigyúrja, fog egy pálcikát, bármit, egy kést, elkezd vele mintákat húzni, akkor az agyag ahhoz szépen idomul. Szépen könnyen lehet vele dolgozni. Mi történik akkor, hogyha az ember mondjuk rossz vonalat húzott? Semmi baj nincsen az agyagnál, mert ott nem kell radírozni, nem kell kivágni. Fogja az ember szépen a vonalat, csak elmaszatolja a kezével, és ahova szeretné, oda húz egy újabb vonalat. Körülbelül így nagy vonalakban ezzel az egyszerű technikával készültett ez a Női fej című alkotás. Fogott Kovács Margit egy pálcát, egy bármit, egy rudat, és szépen, mint a ceruzával az ember a papíron bele rajzolta a figurát, ő ugye belevéste, majd kicsit lehúzta a sallangot róla, és utána már mehetett is a kemencébe az alkotás. A másik mű, amit szeretnék önöknek itt megmutatni, ez már egy kicsit bonyolultabb és összetettebb. Mi sem mutatja jobban azt, hogy Kovács Margit szerette a kihívásokat. Ezt a Virrasztó című alkotáson láthatjuk. Egy nagyon régi foglalkozást mutat be vele. Igazából faluhelyeken voltak olyan bábaasszonyok, akiket betegek mellé fogadtak fel, hogy éjszaka vagy este őrizzék őket, és ha bármi baj van, akkor közbe tudjanak lépni. Nagyon szépen kihangsúlyozza a virrasztó kezének, úgymond megnagyobbításával magát a tevékenységet, tehát hogy annyira gyakorlott volt maga a virrasztó, hogyha már rátette a gyermekre vagy a betegre a kezét, és mondjuk a betegnek megállt a légzése, mozgása, akkor ő arra már fölriadt. Tehát ennyire kifinomult volt. A másik jelentése is lehet az egyébként mondjuk a szeretet jelkép, hogy amikor az anya virraszt a gyermeke mellett, és a takarójára teszi a kezét. Egy kicsit bonyolultabb technika, ugyanis itt magát az agyagot, leegyszerűsítve két agyagtömböt úgymond összeillesztett, és ezeket dolgozta egyé ezen az alkotáson. Van Kovács Margitnak egy sajátossága, hogy azokon a műveken, amiket úgymond maga készített el, mindig elrejtette benne a nevének a rövidítéseit, a monogramját. Ez itt látható nagyon szépen a takaró alján egy KM jelzés. A Samotról még néhány gondolatot, hogy sokan, a keramikusok közül ezt nem nagyon szeretik, illetve bocsánat, ezt így nem fogalmazhatjuk meg, ez egy kicsit nehezen dolgozható alapanyag, de Kovács Margitnak ez igazából csak egy újabb kihívást jelentett, egy újabb dolog, amit technikailag el tudott sajátítani, ugyanis állítólag nagyon nehéz festeni. Ugye lehet látni ezeken a műtárgyakon is, hogy ezek nem festettek. Itt a Samotta az eredeti, úgymond kiégetett agyag szint hozza vissza.